Miskolci Multidéző Podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő társa, Reima Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már. Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok, Reiman Zoltánnal amatőr helytörténéssel beszélgetek, aki milyen témát hozott most nekem? Hát ezúttal legendákat hoztam, ezúttal is, és azokat a legendákat, amelyek inkább felnőtteknek szólnak. A múltkor beszéltünk ilyen mesékről, de ezúttal rossz véget érő legenda, de majd egy nagyon érdekes hírről is be tudok számolni az egyik legenda kapcsán egyébként. Na, kíváncsian várjuk akkor. Lesz itt hámori legenda, lesz itt régi időkben játszódó legenda, lesz itt mai időben játszódó legenda. Kezdjünk is bele, melyik lesz az első? Hát az első, amit egyébként... Az Észak-Magyarország olvasói nem olyan régen olvashattak a, a nyomtatott verzióban, ez a szellemtestvérek legendája. Mindenki legendát én írtam, én találtam ki, viszont tele van fűzve helytörténeti elemekkel. Ezekről majd külön beszélünk utána, hogy melyik valós rész, melyik az, amelyik kitalált rész. Tehát ezek ugyanilyen legendák, mint a Csorba Piroska, vagy Fedor Vilmos írt, mármint, hogy ugyanúgy készültek. Tehát az első az a hámori csoda, az a szellemtestvérek legendája. Ezek a szellemtestvérek, erre egy légi hámori legenda volt a szellemtestvérekről. Nem találtam meg, hogy a legenda mit tartalmazott, csak egyszer volt egy újság hír, ami leírta, hogy egy szimpatikus a előadást készítettek a régi szellemtestvérek régi legendájáról. Ikletet kaptam, és írtam egy ilyen kis történetet. Érdekes, hogy a gyerkőcöknek is tetszik. Egyszer félvállal olvastam ezt a legendát, de aztán azóta meg nagyon szeretik hallgatni esti mesének is, bár bevallom, nem biztos, hogy ez a legjobb a gyerekeknek. Na, de miről is szól ez a legenda? Tehát Tamásnak, Nagy Tamásnak hívják. A mai korban játszódik a történet, aki egy menedzser, egy jó nevű cégnél vezető, és hát nagyon jó keres, nagyon jó alás van, nagyon tehetséges, és hát nagyon szeretik a munkahelyén is, és hát otthon is van egy felesége, Ingrid, van két gyerkőt, tegnap pont ezen gondolkodtam, amikor átolvastam, hogy hogy is hívják a két gyerkőtöt, és ez az a kisfiam mondta, hogy Réka és hát akkor ő jobban tudja, mint én, úgyhogy... És hát nagyon szeretik egymást, csak hát az a gond, hogy Tamás nagyon sokat dolgozik. Egyre szebb házban laknak, de hát sajnos a családra nem jut idő. És hát történt egyszer, hogy megbeszélik, hogy Debrecenbe mennek kirándulni, persze. Miskolccal semmi nem vetekethet olyan szép Miskolc, de hát Debrecenbe is el lehet menni, néha menni, nem a, a környezetváltozás. Még egy utolsó szerződés, azt mondta Tamás, és utána minden más lesz, és a régi lesz. Hát nem lett más, hiszen pont akkor jött a közép-európai vezető Miskolcra, akit Martinnak hívtak, és hát äh, Tamással mindenképpen találkozni akart nem tudott a gyerekekkel és Ingriddel tartani. Ők nem is Debrecenbe mentek, hanem a, az Ingridnek a testvérihez Egerbe utaztak. És hát ugye nagyon jól sikerült minden a következő napon. Tamás teljesen leengerelte a, a vezetőt. Nagyon tetszett mindenkinek Tamás, és hát még több kapu nyílt meg előtte. Azt írtam a legendába is, hát hogy sajnos viszont van olyan kapu, ami bezárult. Mögötte elindultak Ingridék Egerbe, e idéznék akkor. Ingrid Konár reggel indult a gyerekekkel, álmos reggel volt, fáradtnak érezte magát. Nem az autópálya ment, hanem a régi hármas úton. Már a kövesdi körforgalom után járt Eger felé menet, ekkor jött szembe egy kamionos az úton, aki harmadik napja nem aludt, sietni kellett. És sietett is. Csak egy pillanatra aludt el, egy végtelenül hosszú pillanatra. Ingridnek és a gyerekeknek esélyesen volt az autó, a kamion alá Tamás csak délután érték utó telefonján, addig csak az üzenetrögzítője rögzítője válaszolt. Hát igen, és hát megtörtént ez a tragédia, és hát utána ugye nyilván Tamás magát okolta is, hát teljesen magába fordult, már nem is járt be a nem is érdekelte semmi. És hát ezek után Tamás visszatért a Környezethez elkezdte járni a bükkérdeit, ahogy régen a, a szerelmével, és egyik alkalommal, amikor elment kirándulni olyan, hely, olyan helyre, téved, teljesen letért a turista útról, ahol még nem járt, és leült egy tisztás, hogy egyen valamit, és hát akkor látta, hogy van egy rés a szikla mellett, és hát ott befér egy ember is, és gondolt, hogy hát akkor megnézem, hogy mi van ott, hát még úgyse balangáztam és hát szépen lassan bement ez a kis részén és egy folyosóra jutott, utána pedig egy nagy teremben, ami amiben volt bútorozva, és hát ugye ki volt világítva, és hát egy kandalló is volt, ahol lobogott a tűz. És hát akkor egy alak ráförmet, hogy maga mit keres és akkor mondta, hogy Tamás vagyok, ne haragudjon, de ide kerültem. Ő volt Mortimer. Mortimer és Medox száz évente találkozott, mint később kiderült ebben a barlangban, és hát Mortimer itt a földiek között élt, Medox pedig egy másik síkon oda fentről figyelte a földéket, ők testvérek voltak, ők voltak a szellemtestvérek, és aki ilyenkor betéved, akkor az kérhet valamit. Ez egy olyan régi legenda volt, hogy annak idején még Medoxot és Mortimert mindenki kereste ezen a területen, de most már senki nem emlékszik rájuk, és hát ez nagyon bántja is őket, és száz évente találkozunk, de már 500 éve nem volt látogatójuk. De most Tamás véletlenül oda keveredett, aztán persze Mortimer pontosan tudta, hogy Tamásnak mi a problémája, de hát mondták, hogy egy ilyen nagy kérést azért nem már módukban megvalósítani, tehát azért nekik is vannak határaik, de hát meghívták egy kellemes vacsorára. A vacsora után pedig elaludt Tamás, és hát ugye csodák csodája arra ébredt, hogy otthon van, és hogy csipog az ébresztő óra, és látja, hogy azon a az a dátum van a telefonján, amikor a tragédia történt, tehát ott feküdtek mellette a szerettei, úgyhogy visszakapta a Tamás a családját, és hát onnantól kezdve természetesen minden máshogy történt, és hát a munkájét is például Azonnal otthagyta, úgyhogy teljesen más értékrend lett neki fontos az életében. A gyönyörű mese egyébként szerintem Ezt, abszolút való gyerekeknek. Igen, tényleg? Persze, mert feloldja a feszültséget benne. Akkor azért szeretik ennyire? Igen. De jó. Na hát a következő szintén nem egy olyan vidám történet. Itt, ahogy elmondtam, ugye, hogy a, a, a szellemtestvérek legendája egy legenda volt, valamikor a Lila Füredi vagy a Hámori, régiek között. Nem tudjuk a tartalmát, legalábbis én nem találtam meg, pedig kerestem is, hogy miről szólhatott, de gondoltam, egy mai köntösbe öltöztetem ezt a legendát, és hát így sikerült. A következő a tragédia az Ónodi Országgyűlésen. Na most itt is tudni kell, hogy ugye volt ugye ez a bizonyos 1707-ben a Ónodi Országgyűlés, és hát ekkor történt egy tragédia az Országgyűlésen, a mellett, mind a mellett, hogy utána ugye volt a második trónfosztása a Habsburgoknak, de előtte még Túróc megyének két követe, Okolicsányi, Kristóf és Rakowski Menyhért felszólalt Rákóczi ellen. Kisebb összeesküvést is szerveztek egyébként a korhű iratok szerint, illetve hát Rákóczi ellen dolgoztak. Kedőre vonták ott is, hogy olyan nagy dolgok szakadnak a nyakukba, Pénzügyileg, mint a török időkben is, már egyszerűen nem bírja a vármegye ezt a, ezt, a, ezt az óriási anyagi költséget. Ez okon vette nagyon rákóci, és akkor ő azt mondta, hogy elég volt ebből, nem is tudom pontosan hogy, én mi életemet, véremet, a családomat ebbe beletettem ebbe a munkába, is, ha így áll valaki hozzá, akkor lemond, és akkor ki akart menni az egész teremből, de aztán a hívei megakadályozták, és a hívei viszont nagyon dübegorultak erre az egész helyzetre, és ott helyszínen gyakorlatilag ezt a két túróc megyei követet meglincselték, vagyis hát felkoncolták. Azt hiszem a Rakowski mennyhértő a helyszínen elhúnyt, a Okolicsányi pedig utána kivégezték pár nappal később, és hát a testüket is kivetették egy árokba. Ráadásul Túróc megyének széttörték a pecsétjét, és a vármegye területét szétosztották a, a környező vármegyék között. Hogy mi az a Miskolchoz kapcsolja? Hát a legenda szerint az egyiküknek volt egy miskolci szerelme, és ez a Miskolci szerelme volt, aki eltemett őket titokban az avasi temetőben. Ezt Miskolci Simon János, helytörténészünk a derítette ki ezt a, ezt a történetet. Állítólag 1900-as évek elején még látható volt ez a sír, ahol őket eltemették. Állítólag úgy temették el őket, hogy a sírnak volt egy nagy kő, amin a két családi címer volt, de az lefelé volt fordítva a föld felé, hogy ugye ezt ne tudja senki Szóval ez az alaptörténete a legendának, és a köré is írtam egy ilyen, ilyen kis történetet. A Dőri család szerepel benne, ugye a Dőri és a Rákóczi családok ismerték egymást, hiszen amikor 1704-ben Miskolcon járt a fejedelem, akkor az ő kóriájukban szállásolták el. Ez most ugye sokáig azt mondták, hogy az a Dőri ház, illetve most a Miskolci galéria épülete Rákóczi ház, amit annak tartunk. 1707. júniusában Borsod vármegye legszebb lánya, Dőri Krisztina Kata jegyzése készült, és hát ez a Dőri Krisztina Kata volt Dőri Andrásnak a büszkesége. Mm. És hát hát egy nagyon derék jó kiállású magyar ember volt a szerencsés, egy budai bálon ismerkedtek meg vele, ő volt ugye Rakowski menyhért. Nagyon sokat leveleztek a fiatalok abban az időben, ugye, kicsit másképp mentek a dolgok, és hát egyszer a családjával egy hétre meghívták Rakoszkijékat a Túróc vármegyéből, ugye nem raktak közel. Ez volt egyébként a szívfájdalma Krisztina Katának is, hiszen nem szerette volna elhagyni Miskolcot, de hát ha ugye férjhez megy, akkor valószínűleg Túrósz vármegyébe költözött volna. És hát ugye még egy érdekes információ, azért Dőri András mindig két lány szeretett volna, de csak egy adatot meg neki, és ezért kapott a Kriszta Krisztina Kata két nevet. Egyébként visszatéröm, hogy Christina, Dőri Krisztina Kata is egy valós történelmi figura volt, akárcsak csak Dőri András, tehát mind a ketten. Akkor kérdezek már, hogyha így megálltunk, hogy kicsit kilépett a legendából és vissza a történelembe. Túróc vármegye hol van, vagy hol volt? Hát, Túróc vármegye ott a felvidéki területen van, ott a, né a lengyel határhoz közel, vagy amellett, ott egészen, egészen fent. Tórót Szent Márton volt a központja. Jó köszönöm, csak nem megyet. tudtam. Rendben. Szóval találkoztak is a fiatalok, és hát nagyon várták az eljegyzést, és hát szerették volna, hogyha életüket összekötik. De még a Lagzi előtt volt egy bizonyos dolog, amit el kellett végezet hajtani a Rakoszki menyhértnek hiszen volt egy Jónorvi országgyűlés. De még az esemény előtt, ugye, hogy mondtam, volt ez a vendégeskedés, és hát a fiatalok megismerkedtek, lovagoltak a Peceparton, egészen voltak a, a színvaforrásig. És hát a látóköveknél megmutatta Krisztina Kata a szerelmesek fáját is. Rakoszki Menyhértnek, ugye, ez a szerelmesek fája ugye egy, egy érdekes legenda, a legenda a legendában, hiszen ugye szerelmesek fájának nevezik, a tényleg létezik ez manapság is, nagyon sokan járnak oda kirándulni, de azt ugye senki nem tudja, hogy miért szerelmesek fája, és pontosabban ilyen összefonódó fákról beszélünk ott a látóköveknél, és hát én a szerelmesek fájának is ugye kitaláltam a fel és a garadna legendáját, hogy azért hívják szerelmesek fájnak, mert réges régen két fiatal itt volt utoljára egymás karjaiban, mielőtt mindketten elhunytak, és hát ezt a legendát elmondta. Krisztakata egyébként Menyhértnek is, de erről a legendáról is lesz még szó. Itt rossz érzése támad Katának, hogy bizony az ő jegyesen nem biztos, hogy vissza fog jönni az országgyűlésről, de hát ő megnyugtatta, hogy hát ez csak egy országgyűlés, itt semmi probléma nem lehet, és hát azt mondta, hogy na figyelj szerelmem, ott az a kis csillag, az eshajnagy csillag, minden este, amíg távol vagyok tőled, néz fel az égre, ha látod, akkor biztosan jól vagyok, és nincs semmi bajom, visszajövök hozzád, ígérem. Minden nap nézni fogom és várok rád, mondta könnyes szemmel Kata. És hát másnap délben innen, Dőréktől indultak erre, erre az országgyűlésre, és hát uh, itt már itt voltak a társai egyébként, akikkel a, a vármegyét képviselték, ahogy említettem, Okolicsányi Krisztóf, uh, Okolicsányi Pál, illetve Révai Ferenc és Platti Sándor. Uh, június 6-án, egyébként volt az első tárgyalási nap az országgyűlésen, 6-án történt az a bizonyos eset, amikor felszólalt uh, a Rákóczi ellen, úgymond. Egy ilyen országgyűlés annak idején uh, több uh, hétig tartott, azt hiszem ez is május vagy június elejétől egészen június végéig tartott, tehát elég hosszú ideig, és hát ezek után, tehát azt hiszem 6-án volt igen ez az eset, és 13-án történt azt hiszem június 13-án a Habsburg háznak a tromfosztása. És hát Kata ugye nézte az est hajnal csillagot minden nap, és látta, hogy felragyog szépen, tehát minden rendben van. A hatodikán este ugye borult volt, volt az ég, reggel hatkor pedig egy óriási vihar támadt Miskolcon, és hát ebből már tudta ő, hogy sajnos valami nem stimmel, és hát pár nappal később jött is egy idegen, aki az apukájával beszélt, Dőri Andrással, és ő elmondta a rossz hírt. És hát ugye Kata nagyon elszomorodott, és hát ö, utána nagyon sokáig, sok napon keresztül Menyhértel álmodott, és álmában együtt nevettek, és jártak a bükköt. Az utolsó álmában viszont Menyhért nem szólt hozzá, hanem csak búsan nézett maga elé. Ahogy ránézett, azt mondta, hogy temes el, is ezt kérte a Katától. Erre ébredt Kata az éjszaka közepén, és ezt másnap reggel megosztotta az édesapjával is, és hát így történt az eset, hogy megkeresték Rákóczi Ferencet, és ő megengedte azt nekik, hogy elhozzák a két holtestet, hiszen a, a Kolicsányi Kristóf testét sem hagyhatták ott. És hát elhozták, egy, egy jelen titokban elhozták a Ónódi síkról, már megmaradt még belőlük, és hát eltemették titokban az Avasi temetőben, egy jeltelen sírban, lefordított kővel, ahogy említettem, a legenda vége az, hogy Krisztina Kata Borsod a legszebb lánya soha nem ment férjhez. 50 évig gyászolt a jegyesét, és sokan nem értették már, hogy Kata miért járt ki minden a fekete ruhában egy jeltelen sírhoz. Amikor egyedül maradt dőriek közül a városban, akkor már csak egy bogaras asszonynak tartották a miskolciak, pedig ő csak élete szeremét látogatta élete végéig. Ez a legenda. Ez a... Mennyire romantikus. <laughs> Igen, szeretnénk ilyen romantikát átélni. Alapvetően első körben ezt gondoljuk, de ha belegondolunk, akkor a mindennapokban szegény Katának nagyon-nagyon rossz lehetett. Úgyhogy ilyen életet nem kívánunk magunknak se és másnak sem. A szerelmesek fája a következő, remélem, ha már megemlítette. <laughs> igen, 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 egyébként. A hámorotű hercegnője van egy ilyen legendám, és amikor ezt megírtam, azok az érzések kavarogtak bennem, hogy mennyire értelmetlen dolog egy háború. És annak idején, amikor én ezt megértem, akkor ezt ö, meg is kerestek egyszer, hogy ezt milyen jó lenne színpadra vinni. Aztán ebből a dologból nem lesz semmi, de aztán az elmúlt napokban ismét megkerestek, még nem mondtam el, hogy hogyan és kik és mikor, de, de lesz egy ős ennek a túl hercegnőjének. Ez a legenda a történelem előtti időkben játszódik, amikor a büknek ezt a részét Konor király uralta. Akkor itt is az elején tisztázok a dolgokat. Tehát volt annak idején, jó pár ezel évvel ezelőtt, kelták értek ezen a területen, a kiatice kultúrán belül a kotinusz népcsoport élt ebben a, ezen a területen, és hát ők egy, 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 komoly társadalmat építettek fel, tehát Bükszent Lászlón volt egy erődített uh, városuk, ahol ilyen jó 300-400 évig élt ez a népcsoport, és ott volt Miskolc első pénzverdéje. Ők használtak először Miskolc városának területén pénz pénzt és kereskedésre is. A bizánci császárnál katonáskodtak zsoldosként, és akkor ott kaptak először pénzt, és annak mintájára készítették el. Ezek a kelt népcsoportok uh, ilyen laza éltek egymással, nem volt királyuk. Nem voltak komoly kapocs közöttük, de azért, hogyha ilyen komoly várost tudtak felépíteni, és több száz évig, akkor biztos, hogy valamilyen rendszer szerint élhettek, de nem tudjuk pontosan. És egyébként itt Bükszent Lászlón 346 darab ilyen pénzérmét találtak, amely a Vindis a gyűjteményebe került a forradalom és szabadságharc előtt az 1840-es években. Tehát ez csak egy ilyen kis kitérő, tehát erre alapul a legenda is. Ami még érdekes lehet talán, hogy a Miskolc város főutcájának nyomvonala, azt még, azt még a kelták alakították ki. Tehát a nádasoktól vezetett fel az út egészen a Bükszent Lászlói központjukig. Ugye, és akkor abban az időben már megvolt a két földvár is, ha minden igaz, tapolcán volt ugye két földvárunk, a Leányvár és a másik, majd Leányváros legendám is lesz. Szóval az a lényeg, hogy ez a történelmi háttere ennek a legendának. De hát itt királyokról beszélünk. Tehát a, a történelem előtti időkben Bük ezer részét Konor király uralta. Kotinum volt az országának a neve, és hát egy rengeteg település és egy Borsod vármegyéni terület tartozott hozzá. Nagyon szerették ezt a Konor királyt, a királynak egy szem lánya volt, ez egy szem lány nálam visszatérő motivum úgy látszik sokszor. Úgy hívták a hercegnőt, a feleségét úgy hívták, hogy Korina, a lányát pedig felnek hívták fel hercegnőnek, és hát fiúként nevelte, gyakorlatilag ilyen kis harcos hercegnőt nevelt a, gyermekéből. És hát, ahogy említettem, nagyon elégedett volt az ország népe, a királya, jólétben éltek és boldogságban mindenki. Csak hát ugye, amikor mindenki jólétben él és Boldogságban, akkor a környező népeknek ez nem mindig tetszik, és szeretnék azt a területet, ahol ők élnek, azt megszerezni akármilyen eszközzel. Hát a szomszédos Anartum királysága Kirran vezetésével pontosan ezt szerette volna, és hát a harc elkerülhetetlennek látszott, de hát ugye Konor király egy békés király volt, és próbálta megegyezést keresni. És hát erre a párbeszédre hajlandó volt Kiran is, és elküldte Anartumba, az ő béke delegációját, hogy rendezzék a vitás kérdéseket, több hétig tárgyaljanak, és hát elküldte vele ö, fiát is, Garadna Herceget. Garadnát megelőzte a hír, egy hatalmas hős volt, a szegények védelmezője, és hát egy a hölgyek is a szegények védelmezőjeként tartották számon, viszont apjának a, a tanár, vagy ö, utasításait azt ö, zokszó nélkül követte. És hát eljött ide, tárgyaltak közben kapott egy olyan megbízást a királytól, hogy mérje fel a csapatoknak a helyzetét, hát ezt is megtette. Egyik alkalommal a látókövekhez, a mai látókövekhez kilavogolt, ilyenkor csak pihent és az eget nézte, de hát volt neki egy követője, egy titkos követője, aki mindenhová követte, hogy vagy követte, vagy nem. Ugye felhercegnő azért kiszúrta magának, hogy bizony garadnának itt már szándékai is vannak úgyhogy itt megismerkedtek. Felhercegnővel is közelebbről, ugye már bemutatták őket egymásnak, de hát nyilvánvalóan személyes párbeszédre most került először. Elmondta neki Felhercegnő, hogy mit gondol róla is, hogy kémkedik, meg egyebek, és hogy ez milyen nem szép dolog. Persze Garadna visszautasította a vádakat, de hát ugye különböző bókokkal halmozta el a hercegnőt, hát aki ugye nagyon szép nő volt, és még férfi ruhában is szemre való volt, úgyhogy hát itt a fiataloknak az első beszélgetése, ez meghatározó volt, és hát ezután, az eset után, nagyon sokszor, szinte minden nap, amíg itt volt Garadna, minden nap kilovogoltak ide a látókövekhez, egy bizonyos fához, amiből később ugye a legenda a szerelmesek fáját faragta, tehát ez a legendának az előélete. Amikor eljött a búcsú ideje, akkor viszont ennél a fánál örökhűséget fogadtak egymásnak. Garadna pedig adott egy, egy láncot is egy gyönyörű szép szarvassal, és mondta, hogy élete végéig viselje, és ez a szerelmüknek az áloga. És hát ígéretet tett arra, hogy hazamegy, elmondja az apjának, a, hogy mi a helyzet, és hát akkor majd visszajön, és megkéri a kezét felhercegnőnek koran királytól. <kül> ez volt a, a tervük, aztán teltek múltak a hónapok, már eltelt három hónap, és hát de csak nem jött Garadna Herceg, felhercegünk pedig minden nap azt várta a toronyból, hogy jöjjön a szerelme Garadna Herceg, de hát nem jött, és hát ugye úgy döntött, hogy elmondja ezt a történetet az édesapjának, és hát elmondta neki, hogy szereti Garadnát, és hamarosan hozzám egy feleségül, és majd megkéri a kezét tőle. És akkor erre mondta, nagyon ideges lett a király, és felcsattant is elmondta, hogy hát elcsábította, amíg itt volt, hogy merte ezt megtenni, milyen gazember, és hát mondta, felhercegni nem kellett csábítani, ő szereti, de hát elmondta a király, hogy jön, jön az ő szerelme, de hát nem azért, hogy megkéri a kezét, hanem egy hadsereg élén jön, és meg fogja támadni az országukat. Ugye ezt nem akart elhinni felhercegni, de hát ez volt az igazság. És hát ezek után minden megváltozott. De hát mi történt Garadna Herceggel, hogy így egy hadsereggel jött ilyen korán király ellen? Hát az történt, hogy az édesapjának, ahogy hazaért, elmondta, hogy beszélniük kell. Apám, beszélnünk el kiáltott. Rendben, fiam, de először a jelentésedet kérem. Az előkészületeket megtettem. Három hónap múlva kezdődik a háború. Az általad a leggyengébbnek vélt oldalról támadjuk meg Kotinumot, mondta a király. De apám, hiszen békét kötöttünk, kiáltotta meglepetten Garadna. Azt csak a látszat, időt akartam nyerni az előkészületekhez. Te segítettél, fiam, köszönöm. Hamarosan két országban uralkodom majd, és nem sokára mindkettő a tiéd lesz. De én nem akarom ezt, szeretem felt, feleségül akarom venni. Mi már mindent elterveztünk. Szegény fiú, hiszen felnek vőlegénye van, egy hónap múlva tartják az esküvőt. Ezért kell most támadnunk. Merton hercegi egyese, Pannonum trónrököse. Egyesítik erejüket és támadni akarnak, ez a tervük. Veszélyben vagyunk, szegény fiam, ezen ő csak játszott veled és az érzéseiddel, azért, hogy időt nyerjen. Szegény garadna szíve darabokra hullott. A nyilvánvaló hazugságot a király tervelte, hiszen a követek már előre értesítették őt a királyfi és a leány szerelméről. Teljesen elvakítottak kiránt a hatalomvágy, míg a saját fiát is képes volt átverni ennek érdekében. Tehát így történt az eset, hogy megtévesztették Garadnát, és úgy, hogy Garadnál indult a hadsereg élén Kotinum ellen. Amikor a csatapja felvirradt, miért tudjuk, hogy felhercegnő milyen harcos kis hercegnő volt, úgyhogy titokban, áruhában beöltözött harcosnak és a királyjal tartott, és a csata során mindig ott volt az édesapja mellett. Nagyon vitézül harcolt, és hát kétszeres túlerőben volt a támadó sereg, és egy nap harc után már úgy tűnt, hogy el is dől a csata. És Garadna herceg már szemmel látta a királyt, az ellenséges királyt, hogy hogy megadása bírja. Amikor is, idéznék megint, ekkor egy alacsony termetű ügyes vitéz ugrott a szanartómi hadvezér elé, akivel hosszan küzdöttek. Nehezen boldogult fele Garadna, egy óvatlan pillanatban ellenfele még a sisakját is leütötte. A harcos, amikor meglátta a herceg arcát, egészen megdermet, ezt használta ki a hadvezér, és egy halálos sebet ejtett a kotinumin. Mielőtt a királyhoz lépett volna, még egyszer visszanézett ellenfelére, akinek páncéja alól egy aranyaklánc bukott elő, melyen az ismerős arany szarvas volt látható. De hiszen ezt a nyakláncot ő adta felnek. És hát ugye Garadnák a lány mellé térdelt, és hát látta, hogy hát bizony ő, ő felhercegnő, és hát itt egy nagyon érzelmes jelenet következik, és hát sajnos uh, ugye felhercegnő uh, meghal, és hát ugye nem csak felhercegnő, hanem uh, maga Garadna is, hiszen megszakadt a szíve szó szerint a szerelméért. A csata abban maradt, és uh, minden harcos a két fiatal körül gyűlt, és hát természetesen a koran király is majdnem megtébolyodott, amikor látta, hogy egyetlen lánya halva fekszik a, a sárban, és hát uh, <kül> ekkor már tehát a csatát nem folytatták mind a két trónok, trón örökös oda veszett, és hát Koran és Kirán békét kötött egymással, és soha nem látott békés időszak köszöntött a vidékre, és hosszú időn át nem feledkeztek meg erről az emberek. Ez rávilágította arra a ténye is, hogy a háború mennyire értelmetlen. És hát ugye ezt az esetet már Morigen a háború istennője sem a eh, Brigit és Brig Brigantia istennők is csatlakoztak hozzá, és a két fiatal testét felemelték, és magukhoz vették. A lány lelkét a, kis, a völd kis tavában kapott helyet, a fiú lelke pedig az abba a torkoló kis patakban, így örökre együtt maradhatott fel és garadna. Aztán teltek múltak az évszázadok, a kicsiny feltóból egy sokkal nagyobb víztározó lett, háborútó néven, a garadna pedig most is táplálja azt. Állítólag, amikor a hámorító vizet lecsapolták annak idején, ugye volt ilyen, hogy lehalászás, akkor egyszer egy kardot és egy koronát találtak a tófenekén, amelyet nem tudtak felvinni onnan. Ha nyáron ragyogó napsütésben járunk a hámorító környékén, láthatjuk benne feltengerzölt személynek színét, melyet mindig megmutat a látogatóinak. Garadna pedig az erejét, hiszen ha nagyobb vízmennyiség érkezik a bükk felül a patakba, akkor háborog és kilép medréből. Állítólag ottan utoljára ölelték meg egymást a szerelmesek a látókövek mellett, ének idején ma is találkoznak. Ennek, bizonysága a szerelmesek fája, amely pontot nőtt, ahol fel és garadna utoljára egymás karéban voltak. Na hát nagyon szép, így főleg a végére. Három legenda fért akkor bele a mai alkalmunkba. Köszönjük szépen, köszönjük, köszönjük a hallgatóinknak is, hogy meghallgattak minket.